Sziasztok! Ilyenkor augusztus végén felmerül bennünk, hogy mit csináljunk az elvirágzott hortenziával. Rajta hagyjuk a virágot, avagy sem. Én azt tanácsolom nektek, mint a legtöbb virágzó évelő esetében, hogy ilyenkor érdemes levágni a hortenziának az elszáradt virágait, akár mennyire is szépek. Én szeretem, amikor még ilyen állapotban vannak. De hogy hol és hogyan érdemes levágni, az nem mindegy. Mutatom nektek, mire kell figyelni. A hortenzia a nyár végén már készül a következő szezonra. Amint látjátok, itt már hozza a kis új hajtásait. Nagyon fontos, hogy ezeket a hajtásokat a virág alól semmiképpen se távolítsuk el. Tehát hol érdemes elvágni? Nagyjából itt a hajtás fölött, tehát körülbelül itt. Ezzel az első szállal már meg is vagyunk. Nézzük a többit, megkeressük, hogy hol vannak a rügyek. Látjátok, itt még kisebbek, ezért itt nyessük el a virág alatt, és a következőnél is megkeressük, hogy hol vannak ezek, nem mindegyiken lehet egyébként látni, meg ezáltal egy kis fény is éri a bokornak a belsejét, nagyjából ezt pedig itt tesszük meg. Mit csináljunk ezekkel a virágokkal? Én nagyon szeretem őket ilyen formában is, általában azt szoktam csinálni, hogy megszabadítom őket a zöld levelektől, és ezeket például egy koszorúba rakom bele. Látjátok, ennek a hortenziának, bár már ugye leszáradt, egy kicsit kékes lilás a virágzata, pedig eredendően rózsaszín színű. Hogy lehet ezt elérni? Lehet módosítani a földnek a kémhatását, nagyon egyszerű trükkel. Amit látjátok, ennek a bokornak az aljába szórtam egy kis fenyőt, és ez nem volt más, mint amikor tavaly karácsonykor vittük ki a karácsonyfát, és néhány darab tüske lepotyogott. Úgy gondoltam, hogy ezt nem dobom ki, hanem a hortenzia bokrok alá leteszem, és ezáltal idén már lila, illetve viláskékes hortenzián volt. Nagyon egyszerű trükk, úgyhogy jövőre, hogyha ti is alkalmazzátok, akkor nektek is ilyen színű lesz. Hogyha szeretnétek még több kerti trükköt, akkor lájkoljátok ezt a videót, kövessétek az Édenkert TV YouTube csatornáját, iratkozzatok fel hírlevelünkre, és látogassatok el Facebook oldalunkra is, és addig is szép hortenziákat nektek!